Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora december 20-án szerdán. Ez az év utolsó ilyen műsora, nézzük a kínálatot. Fejlődő Ibrány, párossá válásának 30. évfordulóját ünnepelte a település. Turizmus és hitélet, megújultak a nyírbogáti templomok idén. Évszázados emlékek, restaurálták a Vámosatyai református templomot. Idén ünnepelte várossá válásának 30. évfordulóját Ibrány. Számos fejlesztés készült el, vagy indult el ebben az évben a településen. Vendégem Ibrány polgármestere Trencsény Imre, jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Jól érzem, hogy ez egy fontos év volt, hiszen kettős ünnep, nem csak 30 éve város Ibrány, hanem 10 éve járási központ is. Valóban így van, tartalmas és mozgalmas év áll mögöttünk, hiszen idén ünnepeltük várossá válásunk 30 éves évfordulóját, és 10 éves évfordulóját pedig annak, hogy járási székhely település lettünk. Én azt gondolom, hogy sikerült tartalommal megtölteni a városi címet, köszönhetően az itt lakók szorgalmas munkájának, és mint járási székhely is azt gondolom, hogy bizonyítottunk az elmúlt években, és tovább tudtuk erősíteni központi szerepünket. Ja, nagyon fontosak a fejlesztések, mi most talában sokat beszélgetünk a turisztikai jellegű fejlesztésekről, voltak és lesznek is ilyenek Ibrány városában, melyek ezek? Igen, hát a topos pályázatok közül kiemelném a megyei turisztikai projekt keretében megvalósult rendezvényházunkat, a Tisza parti táborunk területén, amelyet az önkormányzatunk visszavásárolt a tavalyi évben, tehát most már saját tulajdonunkat tudjuk fejleszteni. Nagyon örülünk ennek, hiszen egy közösségi szinteret tudtunk ott kialakítani, egy hajóformájú gyönyörű épületet, ahol már a gyerekek, illetve a felnőttek, illetve minden korosztály tudott közösségi programokat szervezni. Igazából a táborunk további fejlesztése top pluszos pályázati formában fog megvalósulni. Egy komoly forrás nyertünk, mint egy 250 millió forintot nyertünk a tábor további fejlesztésére is, aminek nagyon örülünk, hiszen szeretnénk a régi fényében tudni ezt a tábort, és gyerekeket, családokat táboroztatni majd itt. Tehát elsősorban akkor gyermekek és a családok vannak a fókuszban itt ebben a táborban, vagy más jellegű turisztikai ötletek is megvalósulhatnak? Hát természetesen abból indulunk ki, hogy nyaranta szeretnénk használni, de azért igyekszünk majd olyan kiszolgáló épületeket oda felépíteni, megvalósítani, ami adott esetben nem csak a nyári kihasználást, hanem más évszakokban is alkalmassá tudná tenni ezt a területet. És hát természetesen, most én a védett oldalról beszéltem, de a strand területét is szeretnénk fejleszteni, különböző eszközökkel komfortosabbá tenni, hiszen ez a kettő ez egymást erősíti. Sőt, tovább megyek, a Tiszapart megközelíthetőségét is folyamatosan javítjuk, hiszen top pluszos forrásból 200 millió forintot nyertünk top pluszos forrásból belterületi utak fejlesztésére. Itt lesz olyan út, ami majd a Tiszapartunk tábora előtt található utat érinti, illetve lesznek majd a városközpontban is utak, de itt szeretném megemlíteni a mezőgazdasági útfejlesztésünket, ami összeér ezzel az aszfaltos úttal. Ennek köszönhetően a töltésünk kikerülésével is el fogjuk tudni érni a Tiszapartunkat és a strandunkat is. Itt szeretnék köszönetet mondani országgyűlési képviselőnek, aki folyamatosan figyelte és támogatta a pályázatainkat, valamint természetesen Sesták Oszkár elnök úrnak is köszönöm a támogatását. Ennyi valóan kormányzati és vármegyei források nélkül ezek így nem valósulhattak volna meg. Abszolút ez egy közös gondolkodás és összefogás eredménye, sőt Főispán úrnak is köszönetet mondok, Román István Főispán úrnak, aki ugye ibrányi származású, és neki is nagyon nagy szerepe van abban egyébként, hogy Ibrány járási székhely lehetett, annak idején nagyon büszkék voltunk erre, mikor ezt a kitüntető címet elnyeltünk, és hát folyamatosan azon dolgozunk, hogy bebizonyítsuk, hogy rászolgáltunk ezekre a kitüntető címekre. Ahogy végignéztem a 2023-as évet, hogy mi mindenről számoltunk be Ibrány tekintetében, akkor volt ott egy családi bölcsődének a megnyitója is. Ez, gondolom, ez is egy fontos szolgáltatása a településen, még akkor is, hogyha egyébként jól tudom, hogy nem önkormányzati, hanem magánjellegű beruházásban épült meg ez az intézmény.
Így van, hát nagyon örülünk minden olyan fejlesztésnek, amelyek az itt lakók vagy a járás lakosságának az életminőségét könnyíti meg, és valóban ilyen ez a magánbölcsőde is. Ezzel most már 2 bölcsőde található Ibrányban, és hát örömmel látjuk azt, hogy fokozatosan bővül a létszáma, és meg vannak elégedve a családok ezzel a szolgáltatással is. Úgyhogy nagyon örülünk nem csak a város fejlesztéseinek, hanem a civil szervezetek, egyházak vagy vállalkozások fejlesztéseinek is nagyon örülünk, és a saját lehetőségeinkhez képest mindenben próbáljuk segíteni ezeknek a megvalósulását. Ugye ebben az évben volt egy nagy ünnepség, amikor ugye megünnepelték a 30 éves évfordulót, meg a 10 éveset is, ami egy komoly ünnepség volt. Hogyan sikerül emlékét állítani ennek az évnek? Mi az, ami az ünnepség kapcsán volt, hogy ugye kiállítási szerveződött? Igen. Mit lehet erről tudni? Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy tartalmas, értékes színvonalas programokat tudtunk egész évben biztosítani a lakosság számára. Novemberben volt a záró akkordja ennek, amikor is néhai polgármesterünk Berencsi Béla halálának 5. évfordulójára is megemlékeztünk. A képviselőtestületünk döntése értelmében a polgármesteri hivatal és a rendőrös közötti teret róla neveztük el, és egyébként pedig az esbóhalmi kincsek kiállítása volt megtekinthető még a művelődési központban, amire szintén nagyon büszkék vagyunk, hiszen az bizonyítja, hogy Ibrány területe már a honfoglalás óta lakott volt, és a legrégebben, vagyis a leggazdagabb leletet tárták itt fel, 269 honfoglaláskori sírt tártak itt fel, és ezeknek a emlékeit hozták el a József András Múzeumból, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk erre, hiszen még Magyarország alaptörvényébe is bekerült az a hajfonat korong, ami most egyébként Ibrányban megtekinthető március végéig, úgyhogy biztatok mindenkit, nem csak ibrányi lakosokat, hanem a járás lakosait is, vagy a megye lakosait is, hogy tekintsék meg ezt a nagyon gazdag és nagyon értékes kiállítást. Van egyébként terve az, hogy valami más módon is még felhívják a figyelmet, hiszen azért őszintén szóval a Várvegyében talán többen, de az országban talán kevesen tudják, hogy micsoda kincsek vannak Ibrány, vagy voltak Ibrány határában. Igen, hát ez is a Tiszapart mellett egy másik kiemelt célunk, hogy az Esbó halmot megismertessük először az ibrányiakkal, aztán pedig fokozatosan a megye lakosságával, hiszen ez egy nagyon-nagyon-nagyon értékes hely, és egy nagyon komoly kisugárzása van ennek a helynek, hogyha valaki eljön majd oda, ezt meg fogja látni. Szeretnénk ennek az esbóhalomnak a megközelíthetőségét is javítani. Egyébként nagyon közel van Kótaihoz, az Ibrányi Kúriához, mint egy 4-5 kilométerre található. Szeretnénk, ha ez is kerékpáron megközelíthető lenne, egy pihenőhelyet fogunk itt kialakítani, és 500 kocsányos tölgyet ültetünk oda, úgyhogy egy nagyon-nagyon szép környezetet alakítunk ki, és hát fokozatosan szeretnénk ezt is népszerűbbé tenni, hogy minél többen megismerjék a megyében ezt a helyet. Kicsit beszélgessünk még az önkormányzatról, nehezen indult ez az év minden önkormányzat számára is, hogy az energia árak miatt. Így végig is lassan vége van az évnek. Milyen volt ez a 2023? Nehéz volt kihozni a számokat, vagy azért a nyár folyamán egy kicsit könnyebbé vált a gazdálkodás? Tavalyi év végén még az Ibrányi Hírlapban arról számoltam be a lakosságnak, hogy korlátozni kell a közvilágításunkat a megnövekedett energiaárak miatt, de hála Istennek egy nagyon komoly kormányzati támogatásnak köszönhetően ettől végül is eltekintettünk, úgyhogy igazából ezek a normatív támogatások nagyon nagy segítséget nyújtottak a gazdálkodásunkhoz, és hát végül is azt gondolom, hogy egy stabil, kiegyensúlyozott gazdálkodást tudtunk folytatni, de egyébként az vezényelt bennünket, hogy a kötelező feladatainkat el tudjuk látni, és a korábban megszokott színvonalon tudjuk az önkormányzat működtetését és a városüzemeltetési feladatokat ellátni. 2024-es év, gondolom azért már elindult a tervezés, milyen fejlesztéseket, milyen elképzeléseket tartogat, mire számíthatnak az ibrányiak 2024-ben? Így van, hát a 2021-27-es településfejlesztési programunkat településünk néhai jótevéjéről, Ambrózi Györgyről neveztük el. Ezt a lakosságunk nagyon pozitívan fogadta, és hála Istennek a döntéshozók is támogatásra érdemesre ítélték. Ennek köszönhetően mintegy 4 milliárd forintnyi támogatást sikerült
Ibrahimmal elnyernünk, és ezeknek a pályázatoknak az előkészítése folyik. Nagyon örülünk annak, hogy nem csak a támogatási szerződés, tehát itt top-pluszos pályázatokról beszélek főleg, nem csak a támogatási szerződések vannak már aláírva, és nem csak az előlegek, hanem sok esetben már a teljes támogatási összeg is megérkezett a számlánkra. Ezeknek a pályázatoknak a közbeszerzése folyik, valahol már le is zajlott, és valahol már az országos tervtanács előtt van a terveknek a jóváhagyása, és hogyha ezeket megkapjuk, akkor minél hamarabb szeretnénk ezeket kiírni, és minél hamarabb elkezdeni megvalósítani. Úgyhogy az ibrányiak ezzel remélem, hogy minél több ilyen pályázatnak a megvalósításával, legalábbis az elkezdésével találkozhatnak 2024-ben. Egy-két példát tudna mondani, hogy mire készülnek? Igen, hát a Óvoda utcán található Csicsergő óvodánk baptista fenntartásban működik, erre 500 millió forint forrást tudtunk nyerni. Ez fog szerintem a leghamarabb elindulni. Szeretnénk a Tiszapartot is indítani tavasszal, az utak, de fog még épülni inkubátorház az ipari területünkön. Ott is volt már kint a Kölcsei TV stábja, úgyhogy remélem, hogy erről is hamar fogunk tudni számolni itt. És hát a szegregátumunkról se feledkezzünk meg, hiszen a szegregátumainkra is komoly forrás nyertünk, komplex programok megvalósítására is 200 millió forintot, és körülbelül ugyanennyit az ottani lakások fejlesztésére, parkok, játszóterek kialakítására. Egyébként nagyon büszkék vagyunk arra, hogy több mint 70 bérlakása van a városnak, ami azt gondolom, hogy egy nagyon jó szám ehhez a közel 7000 lakoshoz. És azt gondoljuk, hogy ha a lakhatás és a munka biztosított, akkor a ibrány népesség megtartó ereje is hosszú évekig még az lesz, és erősíteni tudjuk ezt ezekkel. Köszönöm szépen, polgármester, hogy vendégünk volt, és akkor áldott ünnepet kívánok, és aztán jövő évre pedig hát sok sikert a fejlesztések, a tervek megvalósításához. Köszönöm szépen a jó kívánságokat és a meghívást, és én is hasonló jókat kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen. Ezek után pedig hamarosan érkezik a stúdióba dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő. Turisztikai és hitéleti szempontból is fontos fejlesztés ért véget Nyírbogáton, megújult a református és a görögkatolikus templom is a településen. Erről és más a térség életében fontos eseményről beszélgetünk. Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselővel jó estét kívánok, köszönöm jó szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Nyírbogátot említettem azért, mert Nyírbogátról származik, hogy ott volt polgármester és képviselőként is ott él lényegében, de nyilván a választókerületének szinte bármely települését említhettem volna, hiszen mindenhol volt valamilyen fejlesztés ebben az évben, de ha megengedi, akkor kezdhetünk, ha már turisztikáról volt szó és hitéletről, akkor ezekkel a fejlesztésekkel mit sikerült ebben az évben elérni, és hol tartunk most az elképzelésekhez képest? Egy nagyon nehéz esztendőn vagyunk túl, legalábbis ugye karácsony tájékán az ember már számot vett az elért eredményekkel, ha bár még néhány nap hátra van ebből az évből. Szép eredményeket értünk el, viszont nagyon nehéz időszakon vagyunk túl. Csak szeretném a kedves nézőket emlékeztetni arra, hogy januárban, illetve egy évvel ezelőtt azon gondolkodtunk, hogy a telet hogyan fogjuk a közintézményekkel átvészelni, mert hogy az energiaárak drasztikusan megemelkedtek. Szerencsére ezt az időszakot túlélte minden önkormányzatunk, köszönhetően annak is, hogy közel 1 milliárd forintos rezsitámogatást kapott szinte minden település kapott ebből az 1 milliárd forintból a választókerületben. Újfehértó 170 millió forintot, Nyírbátor, csak a legnagyobbakat mondom, 150 millió forintot. Így a telet a kisebb, nagyobb bezárásokkal az intézményeink, az uszodák, a fürdők túl tudták élni. De problémák voltak ugye az iskolák, óvodák, középületek fűtésével is. Úgyhogy mielőtt rátérnék a turisztikai fejlesztésekre, én szeretném megköszönni az önkormányzatainknak, hogy türelmesen
és tudásuk legjavát adva tudták ezen problémákat kezelni. Igen, hát Nyírbogát az csepp a tengerbe, Isten igazából a választókerület a térségünk életében. Jelentős turisztikai pályázatok valósultak meg az elmúlt időszakban. Gondolok itt elsősorban a három templomunk megújítására, ugye Nagykállóban a görögkatolikus, Kállóseményben is, és Nyírbogáton pedig a református templom újult meg, határon átnyúló program segítségével, de mindhárom programban a nyírség turisztikai programból, ez egy területfejlesztési operatív programbeli támogatás, jutott néhány 10 millió forint. A nyírbogáti templom, a református templom külső felújítása történt meg, míg belülről már a korábbi támogatásoknak, illetve hát a híveknek az aktivitása is kellett ehhez, szépen megújult a templom, mint ahogy a Kölcsei Televízió erről tudósított. Ja, a nyírbogáti görög katolikus templom pedig érdekes, hiszen ott a tornyot nem csak hitéleti, hanem turisztikai szempontból is lehet hasznosítani, szóval egy kilátó is létesült, gyakorlatilag az egész térségre rá lehet látni, hogyha valaki oda fölmegy. Így van. Nyírbogát az Alföld legmagasabb pontja közelében fekszik, 186 méter, és ebből az indítatásból is úgy gondoltuk, hogy a görögkatolikus templomtornyot úgy építjük meg, pontosabban elsősorban ez volt a cél, hogy kilátóként is szolgáljon, hiszen a Mári út mellett helyezkedik el ez a templom, és nagyon sok zarándok közelíti meg ugye Nyírbogáton keresztül Mária Pócsot, főleg nyáron, és ilyen formán ők a térségre, a nyírségre is egy pillantást vethetnek. A turisztika az a gazdaságnak egy szelete, egy fontos, de mégiscsak egy szelete. A választókerületben nagyon sok gazdasági jellegű előrelépés történt, Nyírbátorban is és máshol is, melyek talán a legfontosabbak? Még mielőtt erre rátérnénk, engedjék meg, hogy hadd szóljak egy másik turisztikai projektről, pontosabban kettőről. A Bátor István Múzeumnak a felújításáról szól a történet, hiszen a 2 milliárd forintos felújítási program, amely mindenre kiterjed a múzeumban, az javában folyik, meg fog újulni a múzeum, a bátoriaknak lesz egy emlékhelye, egy zarándokhely, ami a bátoriaknak fog emléket állítani. Reményeink szerint egy év múlva ez elkészül, és emellett a nyírbátori sétány folytatása is a megyei önkormányzat jóvoltából megtörténik. Úgyhogy ez egy színfoltja lesz ugyancsak a térségünknek. A gazdaságunk, hála Istennek, túlvészelte a nehéz időszakot, jelentősebb leépítések nélkül sikerült a mélyponton átlendülnünk, és miután a térségünkben a húzó ágazat az elektronikai ipar, a feldolgozóipar, ugye főleg a mezőgazdasági feldolgozóiparra gondolok, ez jelentős bővülésen van túl, ilyen formán állandósult a munkaerő hiány sajnálatos módon a térségben, de jó néhány átadás is megvalósult, a munkahelyteremtésre gondolok elsősorban. Beszélhetnék a Transit Kft. Nyírbátori Baromfi feldolgozó üzemének a bővítéséről, vagy az Unilever Hungary Kft.-nek a nyírbátori üzemcsarnok építéséről, illetve a tárolótorony átadásáról,
amit Szijjártó miniszter úr abszolvált a nyáron. Szinte hazajár már ide, olyan sokat. Igen, volt. Hála Istennek, hogy ez mind munkahelyek tucatjait, százait jelenti, amikor a kormány bejelent egy támogatást, utána egy-két éven belül azok a beruházások megvalósulnak. Így van ez az Unilever Hungary Kft.-nek a fejlesztésénél is. A környékben élők, ahol mindenképpen észreveszik, hogy történt-e fejlődés, vagy nem, az mindig a közlekedés, hogy tudnak-e jó úton közlekedni, avagy nem. Ilyen témakörben is nagyon sok fejlődés történt ebben az évben. Igen, hát az évet úgy indítottuk, hogy miniszter úr, Lázár miniszter úr átadta Mária Pócs Kisléta Nyírbogát összekötő útat, ez a 49-27-es út. Ez azért fontos, mert hogy a 471-es főútvonalat köti össze az autópályával, és ilyen formán Nyírges, Nyírbogát, de még Nyírbátor térsége is gyorsabban eljut az autópályához. Nyírbátorba ugye külön felújítottuk 2018-ban, csak emlékeztetném a szerkesztő urat, szerintem éppen ő tudósított róla, a 4105-ös utat, amelynek nagyon nagy teherforgalma van, és ilyen formán ez a 49-27-es út, amit miniszter úr átadott, egy kicsit tehermentesíti azt az útvonalat is, ami ugye a 4105-ös, az M3-as autópályát köti össze lényegében a Nyírbátor Ipari Parkkal. A kerékpárutak tekintetében is volt fejlődés, nőtt a megtehető kilométerek száma. Igen, az utak esetén még annyit szeretnék mondani, hogy az elmúlt 4-5 esztendőben közel 80 kilométer közutat újítottunk fel, egy 7 milliárd forint értékben, ez elsősorban ugye a Magyar Falu Program jóvoltából történt meg, és a kerékpárutaknál pedig szerintem a megyében az egyik legjobban teljesítő térség vagyunk, hiszen ott is egy 70-75 kilométer kerékpárutat sikerült Európai Uniós programnak köszönhetően megvalósítani. Ugye elsősorban itt a 471-es főútvonal melletti kerékpárutakra gondolok. Most már eljutottunk odáig, hogy belterületen is össze van kötve a külterületi szakasz, és ilyen formán Debrecentől egészen Mátészalkáig szinte egybefüggően tudunk eljutni. Ez nagyon fontos a kerékpárosok biztonsága érdekében, de megépült az elmúlt időszakban a Nyírbogát Kisléta Mária Pócs kerékpárút, ami a 471-es főútvonal melletti kerékpáruthoz csatlakozik, és a területfejlesztési operatív program plusz jóvoltából pedig a Mária Pócs Kállósemjén kerékpárút építése van terítéken, amely ugye egy hiátust fog pótolni, mert hogy Kállósemény, Nagy Kálló, az már kerékpárúttal rendelkezik, és a végső célunk az, hogy Nyíregyházát is elérjük a nyírségi kerékpárúttal, és a tokai kerékpárúttal egy hálózatot alkosson. Gyakorlatilag lejárt a műsoridőnk, de még egy csomó mindenről nem beszéltünk, óvodákról, bölcsődékről, kulturális intézményekről, akkor csak nagyon-nagyon röviden, melyekre a legbüszkébb ebből az évből ilyen területen? Arra vagyok legbüszkébb, hogy közös erővel a területfejlesztési operatív programot meg tudtuk valósítani. Köszönet az önkormányzatainknak, egyházainknak, civil szervezeteinknek. Így 127 programban több mint 25 milliárd forint Európai Uniós és saját kormánytámogatott forrást tudtunk a választópolgárok, a honpolgárok hasznára fordítani. Orvosi rendelők, közösségi épületek, iskolák, óvodák felújításával,
ipari parkok kialakításával, piacok, kerékpárutak és utak építésével. Úgyhogy köszönet a tisztelt választópolgárok türelméért, áldott karácsonyi ünnepet és boldog új esztendőt kívánok Önöknek is, és a megye minden lakosának. Köszönjük szépen, képviselő úr, köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást. Kívül belül megszépült Vámos atya 700 éves temploma. A belső falakon évszázados faliképek kerültek elő, amelyeket most újra megcsodálhatnak a látogatók. A restaurálás után újraélett templomot a napokban mutatták be a nagy közönségnek. Ritka faliképek kerültek felszínre Vámos atya református templomában. A középkori épületben mintegy 152 négyzetméternyi fal felületen végeztek kutatásokat, a feltárt festmények restaurálását pedig a közelmúltban fejezték be. A templom az 1200-as évek végétől az 1300-as évek elejéig épült. Kifestési korszakai azonban négy időszakra tehetők, ez nehezítette a feltárást. A legkorábbi az teljesen a templom építésével, felszentelésével egyidős. Később az 1300-as években ezt a teljes templom belsőt kifestették. Ezek a középkori falképek, ezekből egy kb. 2-3 négyzetméteres felületet találhattunk meg még, és lett restaurálva. A következő korszak már az 1600-as évekre tehető, a diadali feletti feliratból egyértelműen tudjuk, hogy 1646-ban a csarodai templomot is kifestő festő csapat, művészek jöttek át ide és festették ugyanazokkal a reformációkori növényindás mintákkal. Majd később, az 1800-as években szintén kifestették a templomot, ez majd teljesen más, eltérő színvilágot adott az épületnek. És ezt a négy korszakot mindegyikből találunk egy keveset. Ez volt a nehézsége is a restaurálásnak, hogy egyik korszak ne bántsa a másikat, ne legyen nagyobb felületű, és ugyanakkor a másik nehézség, hogy a középkorban sajnos nagyon kevés felület maradt meg, de azt is igyekeztek a lehető legjobb állapotba hozni. A fejlesztés nem csak a templom esztétikai és művészettörténeti értékét emeli. A beruházás része annak a Szatmár-Bereg térségét érintő fejlesztés sorozatnak, amelyben a tiszántúli református egyházkerület is jelentős szerepet vállalt. Örülünk neki, hogy olyan partnerségre találtunk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fejlesztési ügynökséggel, ahol az egyházi szempontokat is figyelembe sikerült venni, és egy olyan felújítás sorozat indult el a beregi szatmári térségben a topos pályázat segítségével, amit mi önerőből nem tudtunk volna megoldani, hiszen itt olyan jelentős középkori templomokról van szó, amelyeknek a restaurálása is sok-sok millió forint, nem is beszélve esetleg a másfajta helyreállításról. Így történt ez olyan 6 helyszínen, ahol jelentős freskó töredékek, illetve rendbehozási munkák zajlottak. Nagyon örülünk annak, hogy most szinte egy karácsonyi ajándékként lezárhatjuk ezt a topos programot, hiszen minden pályázatot el kell számolni, és a munkálatok befejezésével most egy olyan szakmai túrán vagyunk, ahol ezeket a helyszíneket megtekintjük, és igazából átvesszük azt, ami elkészült. Olyan vonzerőt szeretnénk ezzel gyakorolni a messzebb lakókra, akár külföldiekre, hogy ezt a középkori értéket, hogy 65-70 templom nagyon közel van egymáshoz, és föl lehet fűzni olyan útvonalakra, ami akár a kerékpáros turizmussal, akár csoportos szervezésben bemutatja azokat az örökség helyszíneket, amelyek nagyon jelentős történelmi családokhoz, történelmi korszakokhoz fűződnek, és ma is látványos, a szemet gyönyörködtető, értékes alkotásokkal találkozhatunk. A térség egyedülálló épített örökséggel rendelkezik, amelyik a turisztikai kínálat bázisát jelentik. A Felső-Tiszavidéken teljesen egyértelmű, hogy azt az egyedi termékkínálatot, azt az unikalitást, egyediséget ennek a desztinációnak, turisztikai térségnek ezek a középkori templomok adják. Ez azt hiszem, hogy nem valami helyi lokálpatriotizmus mondatja belülünk, hanem ez tényleg az országos, akár műemlékvédelem, akár turizmus szakma visszaigazolja. Ennek vannak nagyon szép lenyomatai,
Az egyik az az, hogy ugye 2016-ban kiemelt kulturális úti célra nyilvánították például a középkori templomok útját, illetve a felső Tiszavidéket. Világörökségi várományos listán szerepel több faharangláb, európai kulturális úttá minősítettek itt több örökséghelyszínt, illetve több olyan Európa Nosztradíjas templom található a régióban, ami mutatja, hogy a műemlékvédelemnek nagyon komoly eredményei vannak ezen a területen. Kevesen tudják, hogy a több mint 700 éves Vámosatyán egykor vár is épült. Az önkormányzat célja az volt, hogy ezzel az örökséggel is bővüljön a település és a térség idegenforgalmi kínálata. Egykori bűdi nevet viselő várom, birtokosnak a váromát sikerült évszázadokon keresztül megörökölni, most pedig a falu lakossága tudta, hogy hát itt valamikor a szüleink, elődeink, nagyszüleink, hogy itt valamikor egy vár volt, most pedig várommá vált, és ez a váromnak megtörtént a régészeti feltárása, dr. Juan Cabellónak a többszöri próbálkozása és munkájának az eredmények között. A régészeti feltárás pedig követte egy építészeti helyreállítási munkáknak az elvégzése. Már a látogathatóvá van téve, egy 850 méter út vezet a mezőgazdasági földterületen keresztül a várnak a megközelítéséhez. A térség országgyűlési képviselője Tilki Attila azt mondta, a helyi közösségre az összefogása jellemző. Konzorciumi megállapodással tényleg rengeteg partner résztvevője volt. A turisztikai célú beruházás, tehát elsősorban a turisztikai látnivalókat célozza meg, és ezen belül a Szatmár-Beregi térségben elsősorban az örökség turizmusra koncentráltunk, hiszen ez a térség olyan református templomokkal rendelkezik, amivel nem rendelkezik más vidék. Szűk földrajzi környezetben sok-sok középkori templom található, és a templomokhoz kapcsolódó fejlesztések, felújítások, illetve az ezt kiszolgáló, vagy ezeket kiszolgáló turisztikai létesítmények fejlesztése valósult meg a pályázat során. Ha azt nézzük, hogy Csaroda, Tákos nagyon-nagyon sok látogatót vonz, és az alapvető szükségletek kielégítésre alkalmas eszközök, tehát akár egy illemhelyiség, ahol el tud jönni egy busszal, vagy el tud menni egy busszal érkezett kiránduló csoport, ez nem állt rendelkezésre, illetve a Büdivár, ha itt vagyunk Vámosatyán, az egy különleges, hiszen senki nem gondolná, míg a választókerületben élők sem, nem hogy a megyében vagy az országban élők, hogy egy ilyen kis beregi kis település mellett egy középkori vár volt található, ami a Jóska bácsi, a Szász József vámosatyai polgármester úr nagy-nagy büszkesége, hogy sikerült feltárásokat végezni a Büdi várommal kapcsolatban. A vármegyei közgyűlés alelnöke kiemelte, ezek az értékek nem csak a múltat, hanem a jelent és a jövőt is őrzik. Ha Szatmár-Beregről beszélünk, akkor azt hiszem, azt nyugodtan elmondhatjuk, hogy itt egy olyan örökség turisztikai bázis van, amelyre mindenképpen kell és szükséges is építeni, hiszen csak a középkori templomokra gondolunk, amelyek itt ebben a térségben a legnagyobb számban maradtak fent, az mind-mind egy akkora érték, amelynek a turisztikai célú fejlesztése és első rangú feladata és prioritása volt minden egyes döntéshozónak. És ez a turisztikai pályázat, ez pontosan ezt az örökséget igyekezett megmutatni, és olyan turisztikai célú fejlesztést megvalósítani, amelyen nem csak az örökséget ápoljuk, és nem csak az értéket őrizzük meg, hanem nyugodtan mondhatjuk, hogy azt a célt is elérjük, hogy az értékek őrizzenek meg bennünket itt a Szatmár-Beregben. Beregi emberként én nagyon büszke vagyok arra, hogy ezek a fejlesztések megvalósultak, és azt az örökséget tudjuk ápolni és támogatni, amelyre úgy gondolom, hogy nagy szükségünk van ezekben az időkben. A szakmai rendezvényen több beruházást is bemutattak. A Büdi várom mellett a Beregsurányi és a Tarpai Református templom helyreállításáról tartottak tájékoztatót. Eddig tartott ma 35 perc, legközelebb december 27-én szerdán várjuk Önöket, akkor egy ismétlő válogatással. Addig is áldott békés karácsonyt kívánok mindenkinek, viszontlátásra!